A 2020-as évet sokáig nem fogja elfelejteni az emberiség, különösen igaz ez az egészségügyben dolgozókra és a mentősökre. A tavaszi időszakot a koronavírus járvány elleni védekezés határozta meg. A világjárvány miatt az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Szervezete is számos új feladatot kapott a havi közel 7000 mentés mellé. A régió területén mind az ukrán, mind a román határszakaszokon részt vettek a mentőszolgálat munkatársai, ugye a beléptetéskor kapcsolatos szűrésekben részt vettünk, és mai napig is végezzük a mintavételezési eljárásokat a betegek lakásán, illetve a kialakított mintavételi pontokon. Ez is egy új feladat volt számunkra, hogy számos olyan úgynevezett statisztikus mintavételi pontot kellett létrehozni, ahol tudtuk fogadni ezeket a betegeket, illetve olyan mentesítő zónákat, olyan fertőtlenítő állomásokat kellett kialakítanunk az Országos Mentőszolgálat égisze alatt, ahol lehetővé vált ezen mentesítési folyamatoknak a mentőállomásoktól való függetlenítése. Úgyhogy ezek azok a újonnan megjelent feladatok, amelyek jelentős kihívás elé állították az Országos Mentőszolgálatot. Az új feladatok ellátása mellett a régió eszközparkjának fejlesztése sem állt meg. 6 új mentőgépjármű állt szolgálatba idén. Az egyik például Nyíllugoson. Ebben a járműben egy új, eddig nem használt technika is helyet kapott. Ez az ülőkocsi 250 kg súlyt bír el, amely nagy segítség a nehezen mozgó betegek szállításakor. De nem csak az autókat, hanem a mentéstechnikai eszközöket is fejlesztették. Számos monitor és új, korszerű lélegeztető gépek is érkeztek a megyébe. Társadalmi adakozásból és alapítványi segítséggel pedig 3 új mellkas kompressziós újraélesztő készüléket is be tudtak szerezni a régió szakemberei. Az autó beszerzés az több 100 millió forint értéket képvisel. Maga például egy mellkas kompressziós készülék az egy 5 millió forintos értékrendszert képvisel. Egy ilyen korszerű lélegeztető gép az is 5-6 millió forint értékű. Tehát a megyébe, Szabolcs megyébe ebben az értelemben a gépjárműparkot, eszközparkot és figyelembe véve ez 100 millió forint értékű, feletti értékű korszerűsítést jelent. Az elmúlt 10 évben teljesen lecserélték a mentőautókat a térségben, de a tervek szerint jövőre tovább bővül a gépjárműpark. A regionális mentőszervezet ugyanis új esetkocsik szolgálatba állítását tervezi. Folyamatos az egyeztetés az önkormányzatok és az Országos Mentőszolgálat igazgatósága között, így 2021-ben számos mentőállomás megújulhat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.